Köszöntöm a Szentendre ma nézőit, elsőként lássuk mai híradónk tartalmát röviden. Drogprevenciós szülői értekezlet a Petszeldben. Betörések megelőzése. Győzött a lista vezető ellen a Szentendrei KC. A kábítószer fogyasztás megelőzése érdekében összevont szülői értekezletet tartott tegnap délután a Szentendrei Rendőrkapitányság drogtanácsadója a Petszert József szakközép és szakiskolában. Az egész térségből várták a kérdés iránt érdeklődő szülőket és gyerekeket. Várhatóan még ebben a hónapban a kormány elé kerül a Nemzeti Drogellenes Stratégia szakpolitikai programja, amely a legsürgetőbb 2015-2016 évre vonatkozó intézkedéseket tartalmazza. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára Korózs Lajos MSZP-s országgyűlési képviselőnek adott írásos válasza alapján az intézkedési csomag többek között érinti a prevenciós programokat, az ellátórendszer fejlesztését és a drogrehabilitációban dolgozó szakemberek továbbképzését is. A fiatalok kábítószer fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014-2015-ös tanévtől a Szentendrei Rendőrkapitányságon is elérhető egy drogtanácsadó munkatárs. A 12 és 18 év közötti gyermekek szülei, illetve családtagjai fordulhatnak hozzám, de természetesen a gyerekeket is szeretettel várom, hogyha esetleg úgy döntenek, hogy ők szeretnének saját maguk tanácsért fordulni hozzánk. Minden hónapban tartok fogadóórát, illetve telefonos ügyeletet, illetve van egy e-mail cím, ami kimondottan ilyen típusú kérdésekre lett létrehozva, és erre tehetik fel a kérdéseiket, illetve ezen program keretein belül került megszervezésre ez a mai szülőértekezlet, és akkor itt, akik esetleg nem akarnak a kapitányság épületébe eljönni, vagy nem mernek, akkor itt a Petszert iskola segített nekünk ebben, hogy itt náluk meg tudjuk ezt szervezni. Sajnos, vagy idézőjelben sajnos, nem sokan fordultak még hozzánk ilyen ügyekben. Általában az iskola családsegítő szolgálatát ellátó személy szokott minket javasolni, hogy forduljanak hozzánk. Volt már egy család, aki megkeresett minket, és akkor nekik tudtunk ugye annyiban segíteni, hogy a megfelelő helyre tudtuk őket navigálni, ahol gyerek is rendes támogatást, illetve segítségnyújtást kapott. Csak arról tudunk beszámolni, ami a hatóság tudomására jut. Ezen kívül még biztos, hogy nagyon sok más is van, amit ugye mi nem tudunk, vagy mi nem tudunk ezekről. A kábítószer típusai, fajtáiról igazából sajnos azok az emberek sem tudják, hogy mit fogyasztanak, akik fogyasztók. Ugye nem olyan túl régen bejöttek ezek az új designer drogok Magyarországra is, és ugye ezeknek szinte az összetevőit sem ismerik, még azok sem, akik fogyasztják. Hát igyekszünk minél több fórumon felhívni a figyelmet arra, hogy ne nyúljanak ilyen szerekhez, semmilyen típusú droghoz, illetve alkoholhoz a fiatalok, de sajnos ugye nagyon elterjedt most ez az ország minden táján, ugye nem kimondottan Szentendrén csak. A Petszeldben megtartott összevont szülői értekezleten kíváncsiak voltak a jelenlévők többi között arra, hogy melyek napjainkban a legelterjedtebb drogok, ezekhez milyen áron juthatnak hozzá a fiatalok. Illetve többen felvetették, hogy hová fordulhatnak, ha tudomást szereznek kábítószer terjesztésről vagy fogyasztásról. Sajnos városunkban is gyakran történnek betörések, besurranó tolvajlások. Ezek megelőzésére is felhívja a figyelmet a rendőrség, hiszen mi magunk is sokat tehetünk a védelmünkért. A tapasztalatok szerint egy betörő először felméri a lakás vagy ház jellemzőit és védelmi rendszerének összetevőit, és inkább továbbáll, ha úgy látja, hogy ezek 5 percnél tovább tartóztatnák fel, hiszen nem kockáztatja a lebukást. Mi is megvédhetjük otthonunkat, ha odafigyelünk a biztonságra. Az a besurranás, ez egy visszatérő probléma. Mindig, amikor a tavaszi időszakban megjelennek már, mondjuk a kiskertekbe kimennek az emberek, bevonulnak a ház mögé, ott üldögélnek teraszon, nem zárnak kaput, nem zárnak ajtót, nem tudjuk eleget mondani. Ez pont olyan, mint a téli időszakban a fakiszállító.
derék emberek, akik becsapják a nyugdíjasokat. Ez egy visszatérő súlyos gond és probléma, mindig elmondjuk, és nagyon hálás vagyok, hogy ezeket újra és újra a helyi televízió is a napi rendjére veszi, és próbál az embereknek súlykolni ezt, hogy igen, tehát a besurranó tolvaj nem betörő, ha ő egy becsukott kiskaput talál, ha egy bezárt ajtót talál, attól még lehet szellőztetni, attól még meg lehet oldani sok mindent, akkor ezek a típusú bűncselekmények elmaradnak. A betörés és lopások számát sikerült csökkenteni. Besúranásunk sincsen most már, és igazán olyan sok, hiszen a közterületi jelenlét megemelkedett, és azért ez érezhető. Ettől függetlenül oda kell rá figyelni. Mostanában, ami megjelent, egyébként megint ez a csalásos tipikus dolgok, tehát nagyon jó minőségű, új-zélandi gyapjú ágynemű garnitúrát lehet vásárolni aránylag jutányos áron. Ez az aránylag jutányos ár, ez úgy néz ki, hogy ilyen 100 000 forintokat sikerül ezekért a 3600 forintos ágyneműkért kicsalni emberekből. Ezzel kapcsolatban is sok-sok tájékoztatást adunk, de valahogy mindig megtalálják azt a réteget, általában időskorúakat, akik ebbe hajlamosak beleszorulni, úgyhogy ezen az úton is szeretném kérni a fiatalabbakat, akik könnyebben kezelik ezt az információt, hogy a szülőknek, a nagyszülőknek igenis el kell mondani, hogy jelenleg egy nagyon pici, egy egészséges bizalmatlanság az nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy ne váljon valaki áldozattá vagy sértetté. Viszont hogyha olyasmit tapasztalnak, hogy valaki ilyen típusú termékkel, kampányal járja az utcákat, legyenek kedvesek, emeljék meg a telefont, hívják a 112-t, ingyen van, azonnal helyszínre küldünk kollégákat, hiszen mindannyian közös érdeke, hogy senki ne válhasson áldozattá. Hamarosan beköszönt a nyár, és elkezdődik a szünet az iskolákban. Ilyenkor több gyermek lesz akár felügyelet nélkül is a szabadban, az utcákon. Nagyon fontos, hogy mi felnőttek, vigyázzunk rájuk, akár kerékpárral, akár gyalogosan közlekednek. Ugye tudjuk, hogy a szülői minták azok mindent meghatároznak, és ez abból a szempontból is nagyon fontos, hiszen ugye az elmúlt 3 évben rengeteg gyerek látogatott hozzánk, óvodából, iskolából, mindenféle közegből, és nagyon sokat foglalkozunk velük, közlekedésbiztonság, gyakorolnak, közlekednek, meg hát vannak ilyen kis beszélgető körök, ezeket általában én szoktam tartani, és azt azért jó, hogyha tudják a szülők, hogy semmi nem maradt titokban. Tehát, hogyha én elkezdem a gyerekekkel azt megbeszélni, hogy hogyan kell közlekedni, akkor egyébként kijön, hogy apa mindig gyorsan hajt, anya nem köti be a biztonsági övet, meg aztán telefonál vezetés közben, meg mindenféle olyan csúnya dolgot csinál, amit nem lenne szabad. Természetesen ez nem arról szól, hogy a gyerekek mondjuk eláztassák a szülőket, de mindenféleképpen elgondolkodtató, hogy elvárjuk a gyerekeinktől, hogy úgy keljenek át az egyik sarokból a másik, mert hogy őket jobban féltjük, mint saját magunkat. Hogy úgy keljenek át az út egyik széléről a másikra, hogy előtte 60 000-szer körülnéznek, hogy megvárják, míg vált a lámpa, hogy úgy közlekednek a járdán, hogy nem kint a szélén, hogyha bicikliznek, akkor felveszik a sisakot, mert egyre egy odafigyelünk, de azt nem veszük észre, hogy egyébként meg rossz mintát adunk. És azt látják, hogy lehet úgy vezetni, hogy nincs bekötve a biztonsági öv, azt látják, hogy lehet nagyon gyorsan vezetni, még lehet közben telefonálni, meg nagy isten sminkelni, könyvet olvasni, SMS-t írni, e-mailt, Excel táblát szerkeszteni, mindenfélével találkoztunk már. Tehát rémületes, hogy mi mindent tudunk művelni vezetés közben adott esetben, vagy csak simán mondjuk egy ilyen városi séta. Minden felnőttnek fejben kell tartani, hogy az a mint, amit megadunk a gyerekeknek, az megjelenik a külvilágban. Vagy lekövetik, de legalábbis kommunikálják, és azért ez néha kellemetlen is lehet. Hát a kerékpárosokkal kapcsolatban ugye megjelent, és ez a helyi hír is volt, hogy folyamatosan zajlik az egyeztetés, hogy mi lesz majd a sorsa a kerékpárutaknak, hogyan lesz ez átrendezve, lesz-e átrendezve, milyen tervek vannak, nyitott kerékpársáv, teljes sávleválasztás, meg ilyenek. Nem tudok és nem is akarok ennek a dolognak elébe menni, hiszen azért ez még egy jó kis folyamat, és azok a szakhatósági hozzájárulások és vélemények, amelyek majd azt az egész helyzetet ki fogják alakítani, azok alapvetően nem rendőrségiek. Hiszen nem mi fogunk ebben a témában dönteni, mi a megszületett döntést fogjuk őrizni, illetve a megszületett döntés mentén a lehető legnagyobb közlekedésbiztonságot megpróbáljuk garantálni. Egy biztos, jelenleg még nem változott semmi, tehát jelenleg még ugyanazokat a szabályokat kell követni, mint amit hosszú-hosszú éveken keresztül kellett Szentendrén, ott lehet kerékpározni, ahol lehet, a 11-es számú főúton jelen pillanatban még nincsen kerékpározása lehetőség. Minden egyes nap, minden egyes közterületi egységünknek van kifejezetten csak közlekedésbiztonsági célú akciója. Minden szolgálatnak minden nap a teljes területen Visegrádtól Budakalászig és vissza. Emellett vannak heti ütemezett nagy akciók. Ez 3-4 nagy akciót jelent, ahol nem egy járőrpár van dedikáltan valahol egy balesetveszélyes helyre kiállítva, és ott végzi a szűrő tevékenységet, illetve ott intézkedik, hogyha olyat tapasztal, ami problémás, hanem ezek nagy összevont demonstratív jellegű akciók,
sok emberrel egy helyen felvonulva. És emellé természetesen folyamatosan gyűjtögetjük a külső megerősítő erőket is, akik tudnak jönni és segíteni nekünk. Idén is volt már több motoros akciónk is, hiszen a motoros balesetek is megjelennek nálunk, főleg a hegyi motorozás miatt. És ilyenkor azért demonstratíve 8-10-12 motoros rendőr járja a területet, és hogyha olyat észlel, ami adott esetben jogszabályellenes, akkor differenciáltan, de mindenféleképpen határozottan intézkedni fog. Az a baj, hogy elfelejtjük, hogy ezek a szabályok, ezek nem öncélúak. Nem azért vannak ezek a szabályok, hogy elkeftelenítsük azokat az embereket, akik közlekednek az utcán, azért vannak, hogy életben tartsuk őket. És ebben a játékban mindenkinek megvan a maga szerepe és a maga formája. Értem én, és elfogadom, hogy nagyon bosszantó, hogyha a rendőr megbüntet valakit. Mert mondjuk nem volt bekötve a biztonsági öve. Vagy mondjuk nem úgy közlekedett, ahogy kellett volna. De abba is gondoljunk bele, hogyha mondjuk nem minket, mert magunkkal kapcsolatban nagyon elnézőek vagyunk, és egyébként tudjuk, hogy borzasztó ügyes mindenki, tehát el tud kerülni balesetet, meg soha nem sérül meg ilyesmi. De gondoljunk az édesanyánkra, mondjuk aki nehezebben mozog, vagy gondoljunk a gyermekünkre, aki nem olyan elővigyázatos és nem olyan erős, mint meg ügyes, mint mi vagyunk. Hogyha ők keverednek egy olyan helyzetbe, hogy hasonló mulasztás miatt egy másik közlekedő sérülést okoz nekik, egy balesetbe keverednek, akkor jogos elvárása mindannyiunknak, hogy lakoljon meg az a gaz, aki az én szeretteimet bántotta, és lehet, hogy ugyanezeket a hibákat elkövetjük nap, mint nap. Tehát ott indul az egész, hogy saját magunk lelkiismeretébe is kell húzni egy vonalat, és ki kell számolni, hogy mi az, amit mi tisztességesen bemerünk vállalni, és akkor lehetne haladni egy picikét. Tehát a rendőrségi erőfeszítések azok nagyon fontosak, és nagyon kell, hogy sebességet mérjünk, meg figyeljük a gyalogátkelő helyeket, meg a baleseti gócpontokat, de nem mi fogjuk alapvetően megváltoztatni a helyzetet, alapvetően a közlekedők tudják megváltoztatni ezt a helyzetet, mi csak orientáljuk őket abba az irányba, hogy menjen, és sajnos a módszerek meg néha fájdalmasak. Nemrégiben mutatták be Szentendrén is a rendőrség új modern trafipaxát, amivel már térségünkben is ellenőrzik a közlekedőket. Győzött a Szentendrei KC férfi felnőtt kézilabda csapata az NB1B nyugati alapszakasz első helyén álló Vác ellen a hétvégén. Rangos mérkőzésnek számított az összecsapás, ahol a két listavezető állt pályára. Meglepően nagyszámú szurkolók biztatása mellett az idény utolsó hazai mérkőzését játszotta a már bajnok Vászi KSE együttesével a Szentendrei KC a Móri Zsigmond gimnázium tornacsarnokában. Az első félidőben fej-fej mellett haladtak a csapatok, sok gól esett mindkét oldalon. A második játékrészt jól kezdték a hazaiak, és a tizedik percben már 5 góllal is vezettek, amit magabiztosan meg tudtak tartani a meccs végéig, így megnyerve a rangos találkozót. Azt hiszem, a mai mérkőzésre egyértelműen megérdemelten nyert a Szentendre. Úgy gondolom, hogy nem tudtunk olyan emócióval és olyan hozzáállással kézlabdázni, ahogy ezt gyakorlatilag elvárható lett volna. Sajnálatos, hogy 5 meghatározó játékosom sérült, és nem tudta vállalni a játékot. Lehet, hogy ebben a szituációban se tudtunk volna együtt haladni a Szentendrével, ők nagyon akartak, nagyon mentek, ma mindenképpen jobbak voltak. Megpróbáltuk kielemezni az ellenfelünket, az utolsó pillanatban kiesett még abból az említ által mentett 5 játékosból 2, úgyhogy nagyon nehéz volt itt hirtelennyibe összerakni, de hát végül is ennyire futott a... Milyen mérkőzések várnak még a fiúkra? Hát most már csak egyetlen egy meccsünk van, gyakorlatilag az Alba régiával játszunk otthon, és gyakorlatilag megnyertük így a bajnokságot. A Szentendrei KC kapus teljesítménye is végre magas szintű volt. A helyzeteket jól használták ki a fiúk, gólerős volt a támadójáték, a lerohanások száma is megfelelő volt. Elégedett vagyok, hisz a bajnokot győztük le a hazai pályán 4 góllal utolsó hazai mérkőzésünkön. Teljesen elégedett vagyok. Hát éreztem a fiúkon, hogy a balatonfüredi kínos, mondhatni kínos verességet, azt most ki akarták javítani, teher nélkül persze. Azt is kértem tőlük az öltözőbe, hogy felszabadultan kézlabdázzanak, kőkeményen, maximálisan oda koncentrálva, mert ugye hisz a bajnokot fogadtuk, aki elég jó játékos állománnyal rendelkezik. Mentálisan teljesen jó fel voltak készülve a játékosok, hogy taktikailag hogy készültünk, hát próbálkoztunk a nyitott védekezéssel az elején, az nem nagyon jött össze. Aztán a hatos falas, de zártabb védekezési rendszerben se voltak meg a kellő számú ütközések.
de úgy látszik ez a zavaros játék kicsit hátul is, meg zavargatunk, és ez egy kicsit megfogta, meg feljebb volt a kapus teljesítményünk. És ezzel meg tudtuk tartani ezt a 4-5 gólt, ők hibáztak, szerintem le is engedtek a végére, és így megnyertük a mérkőzést. Hát még egy darab mérkőzésünk van, Vecsésen, jövő hét szombaton 6 órakor, az az utolsó bajnoki fordulónk. A győzelemmel kéne befejezni ezt az évet, és akkor a második hely, amit célul is kitűztek elénk a vezetők, azt teljesítettük, és akkor legalább győzelemmel térünk el a hosszabb nyári szabadságra. A végeredmény Szentendrei KC, Váci KSE 34-30 lett. A Szentendrei KC a bajnokság utolsó mérkőzését május 16-án idegenben vívja majd a Vecsés csapata ellen. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Fókuszban című magazinműsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!